Köszöntöm a kedves nézőket immár itt a háttérben, és a háttér első témája a tavasz, pontosabban nem is a témája, hanem az apropója, hiszen most már ugye március 20-a óta benne vagyunk a csillagászati tavaszban is, és ilyenkor azért már megindul a természet is egy kicsit, és megindulnak a munkák a kisebb és nagyobb kertekben is. Tulajdonképpen ez lesz az apropójának a beszélgetésnek, hiszen a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól fogunk beszélgetni Tóth László tűzoltó alezredessel, a Katasztrófa Védelem Ceglédi Kirendeltségének vezetőjével. Szervusz, köszöntelek! Köszöntelek én is, és a tévé nézőket is. Ez mindig egy előjövő probléma ilyenkor. Van egy pár éves tapasztalatod már ebben a témában nyilván. Valamit haladt ez előre, vagy ezt minden évben bele kell rágni az emberek szájába, hogy ezt kell csinálni, és azt kell csinálni? Mindenképpen azt tudom elmondani, hogy tavaly 15-ben március 5-től hatályba lépett az új tűzvédelmi szabályozat, ami egyértelműbben szabályozta ezeket az égetéssel kapcsolatos dolgokat, és elmondhatjuk azt, hogy a preventív tevékenységnek köszönhetően, tehát tévé, rádió és minden fórum, ahol csak lehetett, tájékoztattuk a lakosságot, és a tavalyi évben is már jelentősen csökkent a vegetációs tűzesetek száma. Ha a 12-höz nézzük, akkor 48%-kal, tehát közel felére csökkent a tűzesetek száma, hiszen ugye a tűzesetek keletkezésének oka 99%-ban emberi közreműködés. Tehát, hogyha az embert fölkészítjük arra, hogy milyen óvintézkedéseket, milyen szabályokat kell betartania, jelentősen tudjuk csökkenteni a keletkező ilyenfajta tűzeseteket. És ugye itt, ami egy perc odafigyelés igényel, az sokszor 100 év, mire egy erdő újra épül. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos az, hogy tájékoztassuk őket, és ettől függetlenül folyamatosan észben tartani, folyamatosan információkkal látni a lakosságot, ez fontos ahhoz, hogy ezek továbbra is csökkenjenek, ezek igen, a tűzesetek. Igen, hát akkor jó eséllyel most sem fölöslegesen koptatjuk a szánkat. Reméljük, hogy többeket elérünk majd azzal, hogy picit jobban odafigyeljenek mindenképpen. Amikor ilyen problémák vannak, vegetációs tűz, így nevezitek ugye hivatalosan, ezek inkább a kiskertekben keletkeznek, vagy a nagyobb szántóföldi művelések területén? Hát, mindig, amikor az évet zárjuk, akkor különböző statisztikákat készítünk, és van egy olyan statisztikánk is, ahol térképes megjelenítéssel ábrázoljuk a tűzesetek helyszínét. Egyértelműen látszik, hogy ahol több az ember, ott több a tűz. Tehát a városok környékén piros ponttal jelöljük ezeket a tűzeseteket, és a települések közvetlen környezetében rengeteg a piros pont. Ez a hobbikertek, illetve az emberi közreműködést mutatja. Itt is nagyon fontos az, hogy tehát alap tézis az, hogy égetni tilos. Tehát ugye ez az alaptézis, kivéve, hogyha egyéb jogszabály ezt engedi. Egyéb jogszabálynak minősül a települések által kiadott égetési rendeletek. Ez tavaly született meg itt Ceglédre, ugye? Így van. Ugye ennek is köze volt az új OTS-hez, illetve az, hogy a kapcsolata az önkormányzatokkal, a lakossággal igen jó itt Cegléden, és fontos az, hogy ezt meg kell oldani. Tehát az nem megoldás, hogy a fejünket a földbe dugjuk, hanem valami megoldást kell hozni rá, hiszen ha egyáltalán tilos, akkor szabályt fognak szegni az emberek. Viszont hogyha van egy időintervallum, amikor lehet, figyelembe véve a környezeti tényezőket, akkor sokkal szabályozottabban fog zajlani. Tehát például ugye a külterületi égetés engedélykötelessé vált a tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy az égetés előtt 10 nappal be kell nyújtani a elsőfokú tűzvédelmi hatósághoz, amit a környezetünkben, a 3 járásban, tehát Nagykőrös, Nagykert és Cegléd járásban az a Ceglédi Katasztrófa Kirendeltség, és 5 napon belül mi ezt elbíráljuk, ezt a kérelmet, és engedélyezzük, vagy nem. Tehát azért hozzá kell tenni, hogy amikor országos tűzgyújtást tudom, vagy a megye körzetére van elrendelve tűzgyújtást tudom, akkor nem fogunk hozzájárulni, hiszen a tűzgyújtást tudom szigorúan véve az erdő 200 méteres körzetére, fák, fásításokra vonatkozik. De van egy okozata, az extrém száraz időszak, kevés csapadék, ami mindenhol létezik. Igen. Illetve hát vannak azok a szabályok még, amik minden égetésre, tűzgyújtásra igazak. Tehát megfelelő oltóeszköznek kell a helyszínen lenni. Csak embernek kell ott lenni. Így van. Igen. Csak akkor a tüzet gyújtsunk, amit el is bírunk oltani.
ha fúj a szél, ne gyújtsunk tüzet, mert nem biztos, hogy utána tudunk futni. Akkor tehát... könnyebben meggyulladni. Igen, 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 igen. Csak az is, ami nem kell. Tehát... az is, igen. Hát mondhatjuk, hogy bizonyos esetekben, hogyha valaki mégis szabályt szegve tüzet gyújt, hamar jön a büntetés, mert esetleg bizony ő látja a kárát, és az ő ingatlanjában keletkeznek olyan károk, ami helyrehozhatatlan, de nyilván azért van erre hivatalos szankció is. Kicsit fenyegessük meg őket, tehát mennyi, milyen büntetésekre lehet itt számítani, milyen tételek vannak? Hát az idei évben változtak ezek a tételek, tehát hogyha olyan tűz keletkezik, ahol tűzoltó beavatkozásra is szükség van, ott 20 ezertől kezdődik. Ha olyan, ahol nincs tűzoltó beavatkozás szükség, ott 10 ezer forinttól kezdődik. Tehát ez mindenképpen, én úgy gondolom, hogy ezek a bírságtételek is a prevenciót segítik elő. Ez az eleje. Tehát igen, de természetesen itt is azért a hatóság mindig mérlegeli azt, hogy ezen a helyszínen már ez volt a 15. kár eset, akkor persze szigorúbb, vagy egy figyelmetlenség, gondotlanság előfordul, az teljesen sokkal enyhébb. A tavalyi évben jóval nagyobb összegek voltak, és ez szerintem sokkal jobb, ez a kisebb összeg, hiszen ez tényleg azt szolgálja, hogy tehát kellemetlen, mert kellemetlen, aki kell fizetni, azonban tehát mindenképpen mi abban látjuk a megoldást, nem a szankcióban, hanem tájékoztatni a lakosságot, megelőzni azt, hogy akár szankcionálásra, akár olyan keresete kerüljön soha, ami nagyobb kárt okozva, hiszen nagyon sok esetben szankcionás nélkül is olyan kár keletkezett a hétvégi házban, a szomszéd telkén lévő dolgokba, amelyek sokkal nagyobb kár, mint ez a szankció. Tehát az a lényeg, hogy odafigyelve, helyszínen léve, körültekintően kell ezeket a dolgokat végrehajtani, és fontos az, hogy amennyiben szabályozva van a településen az égetés ideje, igen, akkor abban az akkor időben kell, történjen, mert ha nem abban az időben történik, akkor ugye mi felveszünk egy jegyzőkönyvet, és továbbítjuk a hatáskörre rendelkező hatóságnak, ugye ebben az esetben a jegyzőnek, és akkor ő fog eljárni valamilyen módon. Tehát mindenképpen ezeket be kell tartani, és a saját érdek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem a szankciótól kell félni. Hát, de meg a sűrűn lakott területeken, ahol a hobbitelkek egymásba érnek szinte, ott azért egyszerre egy tűzrakásra akár két-három szomszédon is, szomszédot is meg lehet károsítani. És tehát, ugye több volt olyan esetünk, ahol égett az avart a tulajdonos, az ügyfél, elszaladt a tűz, már fújt a szél, és a szomszéd telkére átment, hogy megpróbálta oltani ezt, legnagyobb tudása szerint, hiszen látta, hogy gond van, és akkor ő is megsérült, mert megégett, meg füstöt szívott be. Tehát itt még hogyha el lehet bagatelizálni egy ilyen kisebb tüzet, de nagyon könnyen megvan. Nagyon pillanatban megvan, igen. Egy nádast elér, és van egy kis szél, akkor szinte megállíthatatlanná válik ez a tűzeset. Nem játék, ez biztos a tűz otthon sem, de így szabad területen sem. Ugye megvannak most már szabályok, tehát városi szinten is megvannak, és az új tűzrendészeti törvény, tűzgyújtási törvény, miért pontosan ennek? Országos tűzidőmű szabályzat. Tűzidőmű szabályzat is megvan, de nem kell itt azért nyilván az utolsó kéi paragrafusig mindent ismerni, csak logikusan végigmondolni, és igen, a legfontosabb dolgokat, tehát engedélyköteles a külterületi égetés, tehát ezt ne tessék elfelejteni, belterületen pedig, amikor a helyi rendelet engedi, ha betartják, mindenkinek ez lesz a jobb, én azt hiszem. Tessék odafigyelni. Ha bármi kérdés van, gondolom azért fölkeresetek titeket, akár telefonon, e-mailben, vagy... Igen, és tehát több helyen, tehát az önkormányzatok honlapján fönn vannak ezek, igen, a szabályok, utána lehet nézni. Elhelyeztünk ott az önkormányzatok egyetértésével egy ilyen engedélykérdéssel kitöltendő kérelmet, hogy könnyebbé tegyük ezt a dolgot, hiszen a tüzelő szabályzat az csak a tartalmát szabályozza a kérelemnek, tehát nincs erre igazi formanyomtatvány, igen, de épp azért, hogy ne maradjon le róla semmit, el lehet készítve így ilyen kérelem. Így van, tehát tartalom alapján bíráljuk el mindig, tehát hogyha ez egy A4-es lapon jön, és minden rajta van, amit mi kérünk, akkor úgyis jó, persze, csak azért így biztos, hogy rajta lesz. Teszek idősebbek is, az unoka segít majd a számítógépről letölteni, esetleg kinyomtatni. Tessenek odafigyelni, mert tényleg ez nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon nagy károkat és sok bosszúságot lehet ezzel megelőzni. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és reméljük, hogy ez a tendencia, ami 2012 óta az ugye közel 50%-os csökkenés jelentett, ez megy tovább, és
más fontosabb dolgokkal tudtok majd foglalkozni. Így van, köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt lettem.